Na végre kurva jól érezni magunkat? A válasz ott szembe, meg ott is, tisztelet a kivételnek, sajnos nemleges. Azt gondolom, hogy ünnepelni is jöhettünk volna, hiszen végre a bíróság nem csak akkor mert a hatalommal szembe dönteni, amikor valamilyen prominens, kevésbé elesett embert kellett megvédeni, hanem ez alkalommal a szegények az elesettek érdekében is megmerte hozni a jó döntést. Tisztelet neki! Debrecenben és Budapesten szintén. Azonban mégse ünnepelhetünk, sajnos nem azért vagyunk itt, mindannyian tudjátok. Hiszen a szociális szadizmus kormánya arra bíztatja a vesztes felet, az önkormányzatot, hogy ne hajtsa végre az ítéletet. Pedig az oktatáshoz való jog, a megfelelő oktatáshoz való jog, a szociális biztonság része. Mit is várhatnánk a szocialisztalizmus rezsimjétől? Természetesen ezt várhatjuk. Nem akarja megoldani a szociális problémákat, helyette azt üzeni a középosztálynak, a szegényeknek, hogy féljetek, gyűlöljétek a még szegényebbeket. Kedves magyar honfitársam, akik most esetleg nem vagytok itt, ne higgyetek nekik, ne gyűlöljétek a szegényt, ne gyűlöljétek az elesettet, a devizahitelest, a trafik útjai áldozatát, a cigány honfitársakat. Nem az ő neki kifizetett támogatás, kártérítés hiányzik ahhoz, hogy Magyarországon mindenki megkapja az esélyegyenlőséget, hogy tudja a gyermekét iskoláztatni, hogy jusson kenyér az asztalra. Hanem a rabló államtól kérjük ezt, követeljük ezt a támogatást. Köszönjük a Fidesztől! Az álkeresztény rablóbandától! Az álkeresztény rablóbandától, így van, amelyik mostanában egyenruha kultusztól kísérve, mely egyenruhák feltűnnek a semmire kellő évértékelőn, már sajnos előrevetíti az új megoldást. Azt szeretnék, ha fegyveresek tartanák féken a növekvő szociális elégedetlenséget. Akár csak a nők megerőszakolását dicsőítő Bolsonaro brazil elnök kormányában feltűnt katonaminiszterek. Barátaim, szabad gyöngyöspatát, szabad bíróságot, szabadjon végre kurva jól érezni magunkat!